Mi vagyunk a pompom lányok, a legjobbak a környéken. Tőlünk jobbat nem találtok, ennyit rólunk röviden. Istenem, Jana tökéletesen néz. Nekem Diana tetszik. Jajjaj, szép. Rovasztyi, hát te nem Janával vagy. Ismerjétek meg az új pompom lányt. Micsoda? Honnan neked a kosztüm? Te turkálsz mások szekrényeiben? Az nem a te kosztümöd. Igen, te nem vagy a csapatunkban. Átiratkoztam ide, és szurkolni fogok a kosarasainknak. Hogy mi? Álmodos csak. Lányok, ti hallottátok ezt? A mi kosarazóinknak fog szurkolni. Jól van, én nem randizok kosarassal, de ettől függetlenül túlzás, hogy a csapatunkban van. Ssss! Velem egy meccset sem fog elveszteni a csapat. Azt a esélytelen nézd Knopát! Csajok, láttátok ezt? Mit képzelő magáról, hogy csak így bedobhatja magát a kosarazóinknál? Na kapitány, mutasd a gyakorlatot, hogyha a csapatban vagyok. Figyelj, ha nem leszel jó, repülsz a csapatból, míg kimondod, hogy keksz, és egyáltalán nem érdekel, hogyan kerültél be a csapatba. Készen vagyok. Figyelj, gyengéknek itt nincs helyük. Vigyázz magadra, kemény lesz. Na lányok, kezdjük az edzést! Kosarasok, élvezzétek! Rendben, menjünk! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Figyelj, Knopa, menj hátrébb! Knopa, menj vissza a helyedre! Knopa, menj merezzetekre! Ott fogok állni úgy is, ahol akarok! Knopa, nem tartozik ide. Egyezek veled. Egyáltalán mit keresik? Az ő nagymamája a legidősebb pompom lány. Lányok, ne zavartassátok magatokat! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Artyom, olyan boldog vagyok, hogy elhívtál a szalagavatóra. Nem önszántamból csináltam ezt. Senki más nem találta. Artyom! Gyerünk gyorsan! Gyakorolnunk kell a valcert, hogy mi legyünk a legjobban táncoló pár. Annyira örülök, hogy együtt fogunk táncolni a szalagavatón. Én is örülök neki. Na, Artyom! Vigyázz, merre lépsz! Ha meglöksz a szalagavatón, akkor jobban jársz, ha felszívódsz! Ne ismétlődjön meg! Zsuzsa, nyugodj le, ez még nem élesben megy! Gigi, a szalagavató 2 hónap múlva lesz. Lesz időnk mindent betanulni. Folytassátok a gyakorlást! Nem szeretném, hogy bárki lögdössön a bálon, érthető? Artyom? Júlia, folytassuk a táncot! Rendben, Artyom. Figyelj, Patrik, kezdjünk el valcerezni! Nem, Maruska, nekem épp tetszik ez a lassú tánc. Ó, mi ez? Ja, csak a szalagavatóra gyakorolnak. És mi hogy megyünk a szalagavatóra? Úgyhogy elhívom magam a Dianát. Mi, Dianát? Inkább olyat hívok el, aki el is jön. Mit csináltok? Gyakoroltok? Nézd meg ezeket a párokat, tökéletesen összeillenek. Igen, tökéletesen. Ötékenyek vagytok, nekünk van barátnünk, nektek viszont nincs. És akkor mi van, Kostya? Te nem is akartál táncolni velem, nem? Én Artyommal fogok táncolni. Júlia, ugyan ne nézz oda. Dima, ne nyalisz, Patrikkal fogok táncolni. Ugyan már, mit képzelnek ezek magukról? Kostya, figyeld, hogy táncolnak. Ez nem is tánc, tiszta gáz. Gyerünk, Dima. Né, Dima, mi van akkor, ha nem akar kijönni? Ha én kérdezném, elutasítaná, de ha te hívod, biztos eljön majd. Na jó, menjünk oda, de én nem vagyok biztos benne. Kostya, csak mondanod kell neki, hogy fontos. Rendben, fogom. 1, 2, 3, 4! Kostya, mi van? Diana, ki tudsz jönni csak egy pillanatra? Fontos! Várj egy másodpercet, Kostya! Rendben, lányok, folytassátok a gyakorlást! Kezdjük már! Hé, Knopa, halló! Nem te vagy a kapitány! Rögtön menj vissza a helyedre! Hallottad, Knopa? Menj vissza menj a helyedre! Vissza a helyedre! Folytassuk a gyakorlást! 1, 2, 3, 4! Kostya, mit akarsz? Gyerünk, van egy perced, nincs időm. Épp edzésem nem van. Én vagyok a hibás, ő mondta, hogy hívjalak ki. Borzasztó, Dima, edzésen kellene lennem, te meg körülöttem legyeskedsz. Mit akarsz? Hát tudod, Diana, 2 hónap múlva a szalagavató lesz, és nekem kell egy pár. Kérlek, legyél a párom a szalagavatón. Szörnyű, Dima, megőrültél? Félbeszakítod az edzésemet azért, hogy itt térdre ereszkedve könyörög legyek a párod a szalagavatón? Dima, nem lehetek veled a szalagavatón. Tudod, hogy Smiley-kkal megyek. Diana, mit számít ez? Bírsz menni Dimával, Smiley pedig talál valaki mást a szalagavatóra. Kostya, te egyáltalán normális vagy? Mit beszélsz hülyeségeket? Elfelejtetted, hogy én a barátnője vagyok? Diana, itt térdelek előtted, könyörgöm neked. Smiley pedig soha nem térdett le előtted. Azta, itt meg mi történik? Azonnal mondjátok el! Hát Smiley, arról van szó, hogy nézd, Dima még le is térdelt, és azt kéri, hogy menjek vele a szalagavatóra. Smiley, ez nem jó.
Figyelj, Dima, mi a te bajod, ha? Hányszor mondtam már el, hogy Diana az én barátnőm, és hogy velem megy a szalagavatóra. Jobban jársz, ha most nem piszkálsz, kosaras. Nézd, Dima, nyugodj meg, ez csak egy figyelmeztetés. Kostya, neked is terve van, hogy megkérdezed Janát, eljön-e? Ide figyelj, brovaszti, mi közelnek Janához? Dima, mondtam, hogy találj magadnak egy igazi párt. Diana, mit képzelsz te magadról? Ki vagy te? Tudod, Kostya, túlzásba vitted. Nem is kellett volna hívnod, hogy kijöjjek. Smiley, a szünetben találkozunk. Figyelj, hagyd abba a futkározást Diana után, vagy nem fogok felelősséget vállalni a tetteimért. Hogy mi? Én sem fogok felelősséget vállalni a tetteimért. Dima, ne idegesíts. Gyerünk, Dima, találjuk meg neked a legszebb és legjobb lányt a szalagavatóra. Na gyerünk, figyelj magadra, Smiley. Smiley, tennünk kell valamit Dima kapcsán. Mit képzeli magáról? Igen, tűnés, és különben a sisakot sem segít rajtad. Te meg vágd le azt a fonást, te bolond. Ez nem fonás, hanem farok. Figyeljetek, srácok, ezt hallgassátok. Tavaly a szalagavató után bulit tartottam nálam, és a suri legszebb lánya megcsókolt engem. Aztán! Ne hazudozz! Csak fontoskodsz. Fontoskodom? Én? A régi sulimban minden lány utánam futott, sőt, a suri legszebb lánya még hozzám is akart jönni. Ez olyan romantikus. Artyom, Artyom, még mindig hozzád szeretne menni? Mert én igen. Ó, Júlia. Előbb a sulit fejezd be. Tudjátok mit, fiúk? A szallagavatón történhetnek csodák. Artyom, van egy olyan érzésem, hogy mi összeházasodunk. Csak mi fogunk valcerozni és kész. Hogy érted, hogy össze fogtok házasodni? Először iskolát kellene befejezni, és aztán munkát találni. Igen, Maruska, egyezek ezzel. Először a munka, aztán a házasság. Diana, küldd el az edzéstervét, nem szeretnék egyet sem kihagyni. Figyelj, Knopa, ha nem szeretnél egy edzést sem kihagyni, nézd meg a weboldalunk pompom részlegét. Minden ott van. Nem vagyok köteles semmit se küldeni neked. Azt szeretném, ha elküldenéd. Nézd, egy új értesítés. Figyelem, egy pompom kosztüm eltűnt, ha valaki tud valamit, erről kérjük szóljon az igazgatónak. Szörnyű, van egy tolvaj az iskolában, oda kéne figyelni a kosztümökre, nehogy velünk is történjen ilyen. Roppant érdekes, hogy vajon ki lehetett az? Valószínűleg valami lány, aki nagyon szeretne pompomlány lenni. És a lány neve valószínűleg... Knopa! Igen, Knopa. Lányok, szálljatok le rólam, kaptam a kosztümöt. Aha. Nyugodjatok meg, mindent elmagyarázok. Na, arra kíváncsi lennék. Igen, kérlek. Hát ti meg mit kiabáltok? Az igazgató szólt, hogy legyetek halkabbak. Miért ordibálunk? Van egy tolvajunk a suliban. Igen, Knopa, gyerünk az igazgató irodájához. Oké, értettem. Hagyjátok abba a kiabálást, van egy ötletem. Ó, fiúk, ti hallottátok ezt? Focisták, hallottátok? Neki van javaslata. Senki nem akar igazgatóhoz menni. Mi történt? Miről van itt szó? Békén hagynátok minket, nem érintiteket. Nem, Knopa, beszélni fogunk mindenki előtt. Igen, szeretnénk tudni. Nem vagyok benne biztos, hogy tudtatok erről, de az én nagymamám népszerű pompomlány, és meg tudom kérdezni. Ó, igen, népszerű! Ha nem nyomtok fel az igazgatónál, megkérem, hogy adja oda nektek a felsőbb liga jelmezeit. Knopa, miért higgyünk neked? Csajok, halkabban! Knopa, miért hinnénk neked? Akkor gyertek velem haza, és a nagymamám bebizonyítja, hogy vannak jelmezei. Látom, ez lányos veszekedés, minket már nem érdekel. Igen, megyünk a büfébe kakaózni. Oké, Knopa, most megyünk átöltözni, aztán megyünk hozzád haza. Igen, semmi probléma, Becsó. Oké, skacok, soha ne lopjatok semmit, az nem szép dolog. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, és nyomjatok a csengőre. Mi meg megyünk megismerni Knopa nagymamáját, és megnézzük, lesz-e bármi ezekből a jelmezekből. Sziasztok!